Az alapszakaszban mindkét meccsen magabiztosan győzte le az MTK a nyíregyházi kosársulit, így a fővárosiak a döntő előtt is abszolút esélyesnek számítottak. Nem is borult a papírforma, az első negyedet 27-11-re, a másodikat 26-8-ra nyerték a budapestiek, és ezzel gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzést. A harmadik negyed 3 ponttal a vendégeké lett, a folytatásban pedig mindkét oldalon szerephez jutottak a cserejátékosok. Az MTK végül 39 pontos győzelmet aratott, így 1-0-ra vezet a két nyert meccsig tartó párharcban. Közel se volt meg az a tűz, az a lendület, mint ami megvolt a Tatabánya vagy a Télfereni mérkőzés előtt. Sajnos egy egész fél időt így tudtunk le. Megmondom őszintén, olyan volt, mint hogy elfelejtettük volna kosárlabdázni ezzel alatt az időszak alatt. Semmi nem jött össze, tehát a helyzeteinket kihagytuk, a védekezésnél minden egyes 2-2-t rosszul váltottunk el, vagy el se váltottunk, egyszerűen hagytuk, hogy lazán kintről dobjanak. Az tény is van, hogy az MTK olyan százalékba dobott, amit azért minden csapat megirigyelt volna, tehát ugye ehhez kellettünk mi is, akik maximálisan pontatlanul oldottunk meg a feladatainkat. Egy kis félidei beszélgetés után kicsit azért realizálódtak a dolgok, és a másik fél időben már helyek közel partnerei voltunk ennek a csapatnak, hogy a másik fél időt 5 ponttal buktuk el. Az edzőnő reményei szerint a második meccsen nagyobb ellenállásra készítik majd az MTK-t. Készülünk a visszavágóra, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy a hazai közönségnek azért egy olyan játékot kell mutatnunk és produkálnunk, hogy valóban lássák, hogy igen, mi ezt a döntőt ezt megérdemelten harcoltuk ki, és nem az a játék jellemző ránk, amit fönt Pesten láttak, hanem azt, amit mi hazai környezetben mindenféleképpen megpróbálunk egy szoros mérkőzést játszani. Nagyon remélem, hogy ez össze fog jönni. A nyíregyházi kosársuli MTK Budapest mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában.